Dolgoztál-e már együtt olyan híres emberrel, aki kellemes vagy épp kellemetlen meglepetést okozott neked? Az a baj, hogy bármilyen igen teszek ahhoz képest, hogy Adam Levine fogja mondani. Mindegy is. De volt kellemes, meg kellemetlen. Szóval. Na, és kik voltak? A kellemes az nyilván az Adam Levine. Ő egy eszméletlen, közvetlen ember. Szóval tényleg így minden, amikor kikapcsolták a kamerát, akkor konkrétan odajött hozzánk, kivette a telefonját, elkezdett mutatni hétvégi fotókat, ahogy golfoz. Szóval annyira közvetlen, hogy hihetetlen, nagyon jó fej. Teljesen megszakadt a kapcsolat vele? Nem, hát például múltkor viszont... Nem beszélgettünk nap mint nap a telefonon, szóval nem vagyunk így barátok. De például múltkor, amikor visszamentem Los Angelesbe és meglátogattam a műsort, hát akkor... Konkrétan így, hey, Vic, what's up? És akkor teljesen ilyen jó fej volt. Aki kellemetlen volt, az a... És nem akarok senkit megsérteni, mert tudom, hogy nagyon sok Justin Bieber rajongó van, de, és egyébként én is szeretem a zenéjét, de egy borzasztó ember. Egy borzasztó ember, tényleg. Egy ilyen nagyon-nagyon... De akkor a róla érkező hírek, azok nagyjából fedik a valóságot. Miért beszélgettél vele, vagy együtt dolgoztál? Nem, csinált egy olyan húzást, ami számomra... Mivel én is, ugye, mi is benne vagyunk a szakmában elég régóta, és nagyon jól tudjuk, hogy mi a közönségünkből élünk. Igen. Ugye, nekünk a közönség a legfontosabb. Persze. A legfontosabb. Így van. És ő egy olyan húzást csinált, hogy ugye mi a Voice backstage-jében vártuk a Justin Bieber-t, mert tudtuk, hogy meg fog érkezni, és fel fog lépni. És ugye voltak kicsik is a versenyben, és nagyon izgultak, nagyon aranyosak voltak, hogy oh my god, jön a Justin Bieber, és akkor készítették a papírt, és meg a fotókat, a kamerát már előre beállították, és nagyon cukik voltak, szóval tényleg még az idősebbek is így várták. Egyszer csak megjön a Justin Bieber az ő nagy kocsijával, ami természetes, és így mindenki kiment a sátorba, és így várta a Justin Biebert. És így kilép a Justin Bieber a kocsiból, és ennyit csinált. Körbenézett, és ennyit csinált. És bement. Nem lehet, hogy ezek volt fázba? Orzus. Visszatartottam. Ilyet nem lehet csinálni. És ugye van is egy példám, ugye készült egy kép, közös kép. Semmi, de nem... Ilyen fejjel. Tényleg?